Madárbarát áramhálózat mintegy 7 kilométeres szakaszon vezették föld alá az áramot Mosonmagyaróvár térségében. Nyugdíjas egyetem a 140 éves Hansági Múzeum történetéről hallhattak előadást a szépkorú hallgatók. Nem akarok, Nemes Nagy Ágnes munkássága elevenedett meg a Fehérló közösségi ház színpadán. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják. Mintegy 7 kilométeres szakaszon vezették föld alá az áramot, és bontották el a villanyoszlopokat Mosonszolnok és Újronafő között a túzokok populációjának megóvása érdekében. A madárvédelmi beruházás az E.ON Hungária csoport és a Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság együttműködésében valósult meg. Óvatosan emelik ki a szakemberek a villanyoszlopot a földből, alig néhány percen belül pedig már a pótkocsin fekszik. Több mint 7 kilométeres szakaszon bontják el a villanyoszlopokat Mosonmagyaróvár térségében. A túzokok biztonságos vonulása érdekében ugyanis ezen a szakaszon föld alá vezették az áramot. A 265 millió forint értékű beruházás részben Európai Uniós forrásból, részben pedig az E.ON Hungária csoport finanszírozásában valósulhatott meg. Ez egy kifejezetten madárvédelmi beruházás, amit itt mögöttem láthatunk, ez egy 7 kilométeres szakasz, Mosonszolnok és Újrónafő között. Itt annyit tettünk, hogy a föld feletti vezetékeinket lehelyeztük a föld alá, úgynevezett földkábeles megoldást alkalmaztunk, amiatt, mert itt olyan védett madarak laknak, a túzokok, akiket az élőhelyükön kifejezetten zavarnak ezek az oszlopok. A madárvédelmi beruházást az E.ON Hungária csoport a Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatósággal közösen készítette elő, annak érdekében, hogy a térségben fészkelő túzokok és más nagytestű madarak szabadon és biztonságban vonulhassanak ezen a területen. A túzokok egy része áttelel, a téli, ködös időben pedig még nagyobb veszélyt jelentenek számára a villanyvezetékek. Ez a veszély áll föl ilyenkor, hogy ő nem is gondolja, vagy nem tudja, hogy hol van az az ominózus oszlop, hol vannak a vezetékek, és bizony, ha nekirepül, ugye nagyon sok esetben ezek szigeteletlen vezetékek, tehát légvezetékek, és ugyanolyan áramütést szenvedhet, tehát a szárnyaival egyebekkel rövidre zárt, tehát egy rövid zárlatot idéz elő, és alapvetően át keresztül megy rajta ugye egy viszonylag hatalmas, feszültséges áram, és ugye legtöbb esetben ugye megállítja a szívüket. A túzok hazánkban 1970-től fokozottan védett madár. Természetvédelmi értéke a legmagasabb, csak nem 1 millió forint. A 2000-es években az állományuk jelentősen csökkent. A Fertőhanság Nemzeti Park igazgatója elmondta, hogy ezek a madarak már régóta itt élnek a mosoni síkon. A túzok populációját viszont nagyban befolyásolják a szélerőművek és villanyvezetékek, villanyoszlopok. Ezért a szakasz földkábelesítése fontos lépés a populáció megóvása szempontjából. Az E.ON Hungária csoport már régóta együttműködik a nemzeti parkokkal a madarak védelme érdekében, így együtt igyekeznek megoldást találni arra, ha egy adott területen a villamos hálózat miatt magas a madárpusztulás. Van, ahol a kereszttartóra helyezünk fel szigetelést, ezeket mi papucsoknak nevezzük, aztán vannak olyan helyek, ahol kifejezetten szeretnek a madarak felülni az oszlopok tetejére, oda szoktunk rakni úgynevezett kiülőket, és azokon a helyeken, ahol új vezetékeket építünk, ott is az illetékes természetvédelmi hatósággal egyeztetünk, és keressük azokat a megoldásokat, ami a madarakat nem veszélyezteti. Az E.ON Hungária csoport a jövőben is folytatni szeretné az együttműködést a nemzeti parkokkal. A most megvalósult Mosonszolnok és Újrónafő közötti beruházással együtt már több mint 40 kilométeren lett akadálymentes az égbolt, ami a túzokok élőhelyét érinti. 140 éves a Hansági Múzeum címmel hallhattak előadást a Nyugdíjas Egyetem hallgatói november 24-én. A 2022-2023-as tanév novemberi előadásán Martin Sitz Balázs, a Hansági Múzeum történésze, a múzeum alapításáról, az épület történetéről és a múzeum eddigi igazgatóiról is beszámolt a résztvevőknek. Szépkorú hallgatókkal telt meg az egyetem fárépülete, ezúttal a 2022-2023-as tanév harmadik előadására várták a Nyugdíjas Egyetem résztvevőit. A novemberi programon Martin Sitz Balázs tartott előadást a Hansági Múzeumról.
Fókuszálnék a 20. század második felére, az újabb nagy alapításra, amiben Pusztai Rezsőről szeretnék, Uzsaki Andrásról szeretnék bővebben beszélni, valamint a Csellei ház megszerzéséről, ennek körülményeiről, a Gyurkovics gyűjtemény ideérkezéséről, azokról, akik részt vettek ebben a történetben, hogy ez a Gyurkovics gyűjtemény ide kerülhetett Mosonmagyaróvár városába, és egy kicsit érintem az utóbbi 30 évet is, és a 30 év igazgatóit is. Először a múzeum elődjéről esett szó, ami a Moson megyei történelmi és régészeti egylet volt. Az 1800-as évekre érett meg ugyanis a városban egy olyan millió, polgári kör, akiknek igényük volt arra, hogy alapítsanak egy múzeumot. A gyűjtemény elhelyezésére először a régi városháza épületében került sor, ami 1912-ben került a mostani helyére. A II. Világháborúban a gyűjtemény megsemmisült, 1950-ben kezdték újra a gyűjtőmunkát, ekkor döntöttek a múzeum nevéről is. Három opció merült fel, az egyik az, hogy Sötér Ágost múzeum legyen, a másik az Ivánfi Ede múzeum legyen, a harmadik pedig Hansági múzeum legyen. Hát az akkori politikai szelek nem tudták elfogadni, hogy egy burzsuá Sötér Ágost legyen a múzeum névadója, aztán egy piaristát még inkább nem tudtak, hiszen akkor oszlatták fel éppen a piaristákat, és hát egy semlegeset választottak akkor, inkább egy hansági múzeum legyen, ami tulajdonképpen így a területhez kapcsolódik, valamilyen szinten lefedi, és hát a gyűjtő területébe is kvázi beletartozik a hanság. És így lett 1950-ben Hansági múzeum, a mai múzeumunknak a neve. A 60-as évektől rengeteg kiállítás nyílt a múzeumban. Az előadáson a Csellei házról és a Csellei családról is szó esett, de megtudhatták a résztvevők, hogy hogyan került városunkba a Gyurkovics gyűjtemény. Tök szerették volna ezt a gyűjteményt egyben tartani, és ennek érdekében adták fel ezt a hirdetést az akkori újságban, hogy ha lehetséges, akkor ezt a gyűjteményt egy olyan magyarországi vidéki városnak, vagy vidéki város múzeumának szeretnék adni, aki vállalja, hogy ezt a gyűjteményt állandó kiállításban bemutatja, egyben tartja, tehát ez megbonthatatlan ez a gyűjtemény, és állandó kiállításban megtekinthető lesz a látogatók számára. Na most erre először körben Magyaróváron, Mosonmagyaróváron városán kívül senki nem reagált. Martin Schitz Balázs teljes előadása december 2-ától lesz elérhető a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár közösségi oldalán. Televíziónk műsorán december 3-án és 4-én több alkalommal is megnézhetik majd. A Nyugdíjas Egyetem következő előadását rendkívüli időpontban, december 14-én, szerda délután 3:30-kor tartják majd, aminek előadója Rácz Ferenc, a Rácz és Rácz Pálinka manufaktúra tulajdonosa lesz. Elindult Mosonmagyaróváron is az ingyenes LED csere program, amire november 30-áig lehet jelentkezni. A program célja, hogy az izzócserék révén csökkenjen a mosonmagyaróvári családok energiafelhasználása. A LED fényforrások használata lényeges csökkenést jelent a villanyszámlába, és akár 10 éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint az, aki hagyományos izzóval világít. A program részletei megtalálhatók a Mosonmagyaróvári LED csere közösségi oldalán. A Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító születésének 100. évfordulóján emlékeztek meg Nemes Nagy Ágnesről országszerte, egy centenáriumi ünnepsorozat keretében. Így készült el a Nem akarok című zenés irodalmi est, ahol Juhász Anna, Hegedűs Bori, Templi Erik és Vecsei H. Miklós közreműködésével elevenedik meg Nemes Nagy munkássága. Az estet Róma, Brüsszel és Budapest után Mosonmagyaróváron is bemutatták. A szüleim az első világháború után jöttek Budapestre, én már a Bakácstéren születtem, 1922. január 3-án. De ennek semmi köze nincs a lakhelyemhez. Szülőföldem Buda. Nemes Nagy Ágnes gondolatai többek közt Hegedűs Bori tolmácsolásában kaptak hangot a Fehérló Közösségi Házban november 24-én. Róma, Brüsszel és Budapest után ugyanis Mosonmagyaróváron az elsők között mutatták be a Nem akarok című zenés irodalmi estet, ami Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából született meg. Az est keretében zene, versek, szövegek találkoztak egymással. A levegő nagy ruhaújai. A levegő, amin szilárdan támaszkodik madár és madárta.
az érvek fosztó szélein a szárny, egy percnyi ég beláthatatlan következményi lombjai. A koncertszínházi előadás rendezője és szereplője Vecsei H. Miklós színművész. A zenéket Temfli Erik Artisius díjas zongorista szerezte. Nemes Nagy Ágnest ezúttal Hegedűs Bori személyesíti meg, míg a narrátor Juhász Anna. Meghalt szegény egy éve volt, milyen kicsi halál volt. Az alkotók célja az volt, hogy minél szélesebb közönségnek, minél korábban meg tudják mutatni Nemes Nagy Ágnes életútját és munkásságát, amik napjainkban is kapcsolódó pontot jelenthetnek a költő és olvasó között. Irodalmárként leginkább az fontos egy nagy, kardinális életmű felfedezésében, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a költői életmű legyen az egy vers, legyen az egy esszé, egy prózai munka, vagy akár egy gyermekirodalmi mű, ami mind szerepel Nemes Nagy Ágnes életében, ezt megértsük, hogy mit üzen nekünk ma ide, mi közünk van nekünk ahhoz, hogy látta a természetet Nemes Nagy Ágnes, mi közünk van az ő vallásosságához, mi közünk van a lázadásához, mi volt az a háború, hogy élte túl, mik voltak az életének a fordulópontjai, a csomópontjai, a fentek és a lentek. A munkálatokat idén januárban kezdték, a Nem akarok című irodalmi, zenés estet pedig Nemes Nagy Ágnes versei mentén állították össze, miközben a műveket zenei köntösbe öltöztették. Azonosulni először nehéz volt, pont az objektív lírája miatt, viszont utána rájöttem, hogy nagyon sok közös vonásunk van, és akkor onnantól kezdve már sokkal jobban megtaláltam azokat a pontokat az életében, amiket magamra tudok vonatkoztatni. Milyen volt a közös munka a csapat? Hát ez csodálatos a közös munka a csapattal, mert barátok vagyunk, Erik a párom, Hasi az egyik legjobb barátunk, Annával is legjobb barátok lettünk, szóval innentől kezdve csak jó lehet. A Nem akarok című előadást a Moson-Magyaróvári közönség a Piarista iskola szervezésében láthatta a Fehérló közösségi házban. Hegedűs Bori az intézmény egykori tanulója, akit társaival együtt a közönség vastapsal és ajándékkal köszöntött. A Nem akarok című zenés estet a térségben legközelebb december 20-án Győrben nézhetik meg az érdeklődők. Több mint egy hónapos szünet után ismét bajnoki mérkőzést játszott a Madarszon Moson-Magyaróvár NB1-es csapata. A Moson-Magyaróváriak az MTK Budapest ellen léptek pályára idegenben november 26-án. Jól kezdtek a vendégek, 4 perc elteltével már 4 ponttal vezetett a Moson-Magyaróvár. Az MTK időkérés után felvette a ritmust, sikerült egyenlíteniük is. A félidő utolsó szakasza a Moson-Magyaróvári csapatnak sokkal jobban sikerült, tekintélyes előnnyel zárta a félidőt az MKC. A második félidő elején még kiélezett volt a küzdelem a csapatok között, aztán fölényeskedett a Madarszon Moson-Magyaróvár, így 27-31-re megnyerték a mérkőzést. Röviden a keddi időjárásról. Felhős, borús idő lesz, csapadék térségünkben nem valószínű. Élénk, olykor erős lesz a szél, napközben 8 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Olcsvári Szilárd, a Ród KSE elnöke. Ezután a Fő a Nő című műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!